Sziasztok! A mai napon újra Pródra látogattam el, itt fogok ma horgászni. Régen horgáztam már itt, tavaly azt hiszem nem is voltam, tavaly előtt voltam itt többször. Két féderpottal jöttem, egy rövidebbel és egy hosszabbal. Mind a kettőn bemúlt szerelék van. Erre a tóra úgy gondolom, hogy mindenképpen pozitív lehet ez a akvapellet. Sikeres lehet, úgyhogy abból kevertem be, valamint ebből a grill rákos ízesítésű etetőanyagot használom még. Az egyik boton az egyiket, a másikon a másikat, aztán van, hogy majd keverni fogom, tehát hogy mixelve, úgy értem, hogy az etetőkosár tetején lesz egy etetőanyag, az alján pedig a pellet, valamint fogom használni ezeket a... Most a pelletet csak vízzel kevertem be. Fogok használni hozzájuk az előző videóban már megmutatott csokis és epres öntetből a metód kosár tetejére. Hol egyikből, hol másikból, hol nem használom, hol használom, meglátom, hogy hoz-e valamilyen eredményt. Meg egyáltalán, hogy fogok-e valamit fogni, mivel hogy ugye hideg van, mínusz 2-3 fok van, de tegnap volt egy hidegfront, már jobb időt ígérnek, hát süt a nap. Fúj valamennyire a szél, de egyébként jó idő van, csak hűvös, hideg. Úgyhogy botokat bedobtam, többnyire kereső horgászatot fogok csinálni, első körben biztosan. Itt általában mindig a távoli horgászat volt sikeres, és minél többet dobálni, tehát valahogy ez az etetés, vagy hogy bedobom és várok rá hosszasan, az nem vált be, legalábbis az eddigi tapasztalatom alapján. Úgyhogy most is azt fogom csinálni, hogy gyakrabban fogok dobálni, minél távolabbra össze-vissza. Aztán ahol halat találok, oda visszadobok. És ha azt feltételezem, hogy az etetésnek, mármint hogy a sok egy helyre dobálásnak van eredménye, akkor ki is akasztom, és akkor megpróbálok oda dobálni, és aztán ott horgászni, meglátjuk, hogy mi lesz.
kb. A horgászat felénél járok. Sikerült fogni 3-4 darab kárászt, valamint két szép dévérkeszeget. Ezek mellett 3-4 darab pontyot is sikerült fogni, elég szép pontyok voltak, a 4-től 8 kilósig többfélét. Csalinak mivel horgászok? Hát még mielőtt erről beszélek, akkor az etetőanyagról, ugye akvapellettel és krill ízesítésű olcsóbb típus etetőanyaggal horgászok. Legjobban az vált be, amikor mind a kettő volt a kosárba. Az pontosan úgy néz ki, hogy alul volt pellet, felül pedig az etetőanyag, és hol csoki is, hol epres öntetet tettem rá, ez vált be a legjobban. Csalinak a tavalyi évben főként csak wafter pelletekkel horgáztam. Ugye egy kis történelem a pelletekről, amikor bejöttek a pelletek, akkor többnyire süllyedő pelletek voltak, minden horgász elkezdett velük horgászni, többnyire sikeresen. Aztán ugye jött a pop-up korszak, és a pop-up csalik, pop-up pelletek, bojlik kezdtek szányra kapni. Akkor mindenki azt vásárolta, mindenki azzal horgászott, jaj, de jó, hogy lebeg. A halnak nem kell megerőltetnie magát, hogy felvegye. De ugye ez is lecsengett, a cégek tovább próbáltak fejleszteni, fejlődni, és kitalálták ugye a wafter csalikat, amik ugye végtelenségi kikönnyített csalik, de még nem lebegnek. Önmagukban ugyan lebegnek, de a horog ugye lent tartja a víz alatt, de akkor mi a különbség a lebegő, vagyis a wafter és a süllyedő csali között? Ugye bár ezt is tudjuk, sokkal könnyebb a wafter csali, ezáltal sokkal könnyebben föl tudja venni a hal, de mégsem lebeg. Mikor lehet jó akkor a süllyedő csali? Hát alapvetően egy viszonylag kemény ajzaton, ha horgászunk, akkor nem minden esetben lehet jó a kikönnyített vagy a lebegő csali, főleg egy olyan vízterületen, ahol van víznek áramlása, vagy akár folyik, ilyen lehet ugye csatorna, folyó, vagy mondjuk a Balaton, mikor fúj a szél, akkor elég nagy áramlás lehet a vízben, tehát a víznek nagy húzása lehet. Ezáltal ugye mi történik? Libeg össze-vissza a pop-up pellet, vagy boily, ezáltal a hal vagy nem is foglalkozik vele, vagy még inkább zavarja, hogy az ott lebeg, libeg jobbra-balra. A wafter csalinál is felmerülhet ez, főleg gyorsabb folyású folyókban, ugye akkor össze-vissza fogja vinni a víz, mivel hogy könnyű, ezáltal dobálja a csalit, lebegteti, libegteti. Szóval ilyen esetekben, mikor az ajzat mondjuk kemény, ezáltal tudnak megfelelően megfelelően hozzá tudnak jutni a halak, ezáltal többnyire egy helybe tud maradni ilyen vízterületeken is ez a csali, így könnyebben fel tudja venni a hal. Viszont most mint ahogy mondtam, én wafter pelletekkel horgáztam tavaly többnyire, és egyelőre idén is, ezek beváltak azokon a helyeken, ahol én horgáztam. Viszont ezek sem egyformák. Tehát a maga tulajdonságuk az azért többnyire egyforma, tehát végtelenségig kikönnyíti a horog előkét, viszont még nem emeli el a horgot a medertől. Viszont az biztos észrevettétek, hogy többnyire wafter csalik azért bizonyos szinten oldódnak. Nyári időszakban 1-2 órát azért kibírnak, még mielőtt eléggé elágyulnának, az idő alatt azért több halat meg lehet fogni egy csalival. Ilyenkor hideg vízben akár fél napot is kibír, viszont vannak olyan wafter csalik, amelyek egyáltalán nem oldódnak, viszont mégis wafterek. Ezt valójában nem igazán lehet a brosúrákból és a reklámokból megtudni. Ez a Siri Walter wafter, amit többnyire használtam tavaly, ez ugye a Panettone ízesítésű két méret, ugye akkor beszéltem arról, hogy ki döntse el, mennyire eko ár az, hogy 1500 forint egy ilyen doboz körülbelül. Viszont az mindenképpen bizonyíték, most ezáltal is, hogy én ebből egyet vettem, nem is tudom, tavaly előtt vettem talán, vagy tavaly évelején, és még mindig, hát ha félig nincs is, de
de azért egyharmada még megvan, úgyhogy egész tavaly szinte ezzel horgáztam, meg idén is, úgyhogy ha így nézzük, megéri az árát. Na szóval ez a csali viszont oldódik, és nem veszt az illat tartalmából sem, tehát folyamatosan oldódik, elágyul a külseje, viszont a magja az viszonylag kemény marad sokáig, ezáltal nem esik le a csali tüskéről egy hamar. Viszont beszereztem tavaly év második felében egy Promix mangó ízesítésű 8 mm-es wafter peletet. Ugye a mangó az elég sláger íz lett tavalyi évben, meg azóta. Úgyhogy így én is beszereztem egy ilyen mangó ízesítésű csalit. Viszont ennél a wafternél, a Promix waftereknél azt tapasztaltam, hogy ezek egyáltalán nem oldódnak, viszont az illatuk, aromájuk elég sokáig megmaradt, tehát nem veszti el az aromáját, úgy, mint a régebbi ilyen jellegű dumbbell pelletek voltak, azok többnyire pop-upok voltak, és bedobás után fél órával már szinte nem lehetett az illatát érezni. Ebben az esetben viszont többször van, hogy horgászok vele fél napig, aztán vissza is dobom ebbe a kis tégelybe, mert hát egyik az, hogy amennyi szárad a többi, így egy nedves csali az a többit is megnedvesíti annyira, hogy nem szárad ki teljesen, nem lesz betonkemény. Valamint az illata, aromája az többnyire megmarad ugyanúgy, így fogom tudni használni a jövőben is. Szóval itt most felmerül a kérdés, hogy melyik a jobb. Én nem választanék, hogy melyik a jobb. Én jobban szeretem azt, amelyik oldódik valamilyen szinten, viszont ez jobban fog kopni, ugye, mert ezek eloldódnak, aztán le kell dobni a csalitüskérő, vagy le is ázik magától. Ez viszont nem oldódik, viszont sokáig megtartja az aromáját, és wafter tulajdonsága ugyanúgy megvan. Szóval az ilyen jellegű csalik ugyanúgy használhatóak, viszont akkor, amikor nincs gyakran kapás, és sokáig benn van a szerelék, akkor viszont jobb lehet az ilyen nem oldódó wafter, mert nem kell attól tartanunk, hogy leoldódott a csalitüskérő, vagy egy lágyabb kapás által lehúzta a hal, aztán elment vele, és aztán várhatjuk a kapást, mert ez rajta fog maradni, nem fog leoldódni, szóval ilyen esetekben mindenképpen jobb lehet ez. Úgyhogy ez a tapasztalatom ezekkel a wafterekkel, én előszeretettel használom őket, és én szerintem, hogyha ilyen 1500 forint körül van maximum az áruk, akkor simán mondhatjuk, hogy gazdaságosak ezek a csalik, úgyhogy én ezeket használom. Itt, ahogy mondtam, a horgászat felénél járunk, elkezdett az szél erősebben fújni, pár felhő is megjelent az égen, úgyhogy néha süt a nap, néha borongósabb idő van. Ezért is ültem be a kocsiba, hogy nem tudom, mennyire zavar a szél. Erőre is elnézést, hogyha a hang nem minden esetben tökéletes a szél miatt. Úgyhogy megnézzük, mit hoz még a nap további része. Thank you.
ma 4 óráig van nyitva a tó, úgyhogy lassan be kell fejeznem a horgászatot. Valójában déltől szinte semmit kapás nem volt, egy törpe harcsát és egy kárász fogtam egész délután, úgyhogy megállt minden. Kapás nagyon volt, próbáltam dobálni minden felé, de sajnos nem találtam a halakat, vagy nem esznek. Úgyhogy bevált a technika egyébként, én úgy gondolom, amivel készültem, mivel hogy elég jól fogtam a halat délelőtt, ahhoz képest, hogy milyen hideg még a víz. Úgyhogy legközelebb jövök, akkor is mindenképpen hozok magammal akvapelletet, bár azt itt is azt tapasztaltam, hogy ha csak a pellet van magába, akkor nem igazán volt kapás. Nem tudom, hogy ez most a hideg időjárásnak köszönhető, és nyáron ez másképp van, majd meglátjuk nyáron is, ha újra eljövök. Viszont nem gondolom, hogy ez egy rossz nap volt, semmiképpen. Vannak nyáron is időszakok, amikor egy megveszekedett kárász sem lehet fogni. Ahhoz képest ez a nap teljesen jó volt. Még nem tudom, hova megyek legközelebb, de akkor találkozunk. Sziasztok! A végére még benézett egy gyönyörű keszeg. Már vannak rajta nászkiütések. Mutatom közelebbről. Szép hal.